Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Speranza Reménység Televízió kedves nézőit. Ez itt a Keresztút adása, amikor az egészségügyi beszélgetés sorozatunkban újból Szabó Attila lelkipásztor részéről fogunk meghallgatni egy előadást. Azt gondolom, hogy mindannyian rendelkezünk rossz szokásokkal, és a rossz szokásokkal sokszor nem tudunk mit kezdeni. Szeretnénk azokat legyőzni, szeretnénk azokat elhagyni, de sokszor tanástalanok vagyunk. A mai előadásnak a címe, hogyan győzzük le a rossz szokásainkat. Vajon milyen tanácsokat fogunk hallani ezzel kapcsolatosan? Szeretettel köszöntöm Szabó Attila lelkipásztort, tanárt, köszönöm, hogy a mai alkalommal is ebben a témakörben megosztott gondolataidat. Örömmel. Mit jelent legyőzni a rossz szokásokat? Hát nagy kérdés. Mindannyiunk vagy öröklött, vagy szerzett rossz szokásokkal rendelkezünk, és ezektől megszabadulni nem könnyű. Sőt, sokszor úgy érezzük, hogy lehetetlen, mintha gúzsba kötnének bennünket, és azt kell mondanunk, hogy mégsem lehetetlen. Ha így lenne, akkor nem lenne az ember szabad. De dönthetünk, választhatunk, és megvizsgálhatjuk azt, hogy vajon milyen lépéseket kell tennünk, hogy le tudjuk győzni ezeket a megkötöző láncokat, és felszabadulhatunk. Isten áldását kívánom az előadásra. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mielőtt meghallgatnánk az előadást, következzen egy énekszolgálat. Kellemes időtöltést kívánok mindannyiunk számára. Kedves nézőink, amikor erről a témáról gondolkodunk, oltatlanul felmerül bennünk a kérdés, hogy vajon mi a célja annak, hogy megszabaduljunk a rossz szokásoktól. Persze mindannyian érezzük, hogy a rossz szokások bennünket megkötöznek, rabbá tesznek. De hogyan lehetne megszabadulni, és mi az egésznek a célja? Minden bizonnyal az, hogy a testünknek, a szokásainknak ne a rabjai legyünk, hanem felszabadult emberek legyünk. Hogy visszanyerjük az emberi méltóságunkat, mert látunk embereket, akik olyan megkötözöttek rossz szokásaikkal, olyan bűnöket követnek el, hogy egyszerűen az emberi méltóságukat elveszítik. És a célunk az, hogy visszanyerjük ezt az emberi méltóságot. Ehhez bizonyos fegyelmet kell gyakorolnunk, meg kell feszíteni magunkat, önuralmat kell gyakorolnunk, mértékletesnek kell lennünk. A Bibliában egy nagy téma a mértékletesség, az önuralom gyakorlása, de a költők is ezt kifejezték nagyon érdekesen. Például Goethe azt mondja az egyik versében, aki nagyot akar, szokjék fegyelemhez. Korlátok között válik el a mester.
és a szabadság a törvény adománya. De a Biblia is ír erről. Pál apostol többször is visszatér ezekre a kérdésekre a leveleiben. Egy itt azt írja például az egyik levelében, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Jézus Krisztus is szólt arról, amikor eljön, akkor a megkötözötteknek megoldást és a foglyoknak szabadulást hirdessen. Hát ez az alapvető háttere annak, hogy szeretnénk megszabadulni a rossz szokásainktól. A Biblia különben azonosítja a mértékletesség alapelvét. A 37. Zsoltár 27. versében azt mondja, kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Hogyha mi tudjuk valamiről, hogy rossz, hogy bűnbe visz, önzésre vezet, akkor attól akarjuk megszabadulni. Természetesen Isten kegyelme által és ereje által, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És cselekedd a jót, és megmaradsz mindörökké. Az örök élet ígérete is benne van ebben az igében, nagyon szépen kifejezi ezt. És a lélek gyümölcse is, a mértékletesség, olvashatjuk a Galata levél 5. fejezetében. De Péter apostol az első levele 4. fejezetében azt mondja, a vége pedig mindennek közel van, annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát gyakorolnunk kell az önuralmat, kutatnunk kell a mértékletesség elveit, hogy a lelki életünkben is lépéseket tudjunk tenni előre. Amint látjuk a dián, katonák láthatók, akik az életükben rengeteg önuralmat gyakorolnak. Hiszen ahhoz, hogy el tudják végezni a feladatukat, lemondást kell gyakorolni. Egy katona élete tele van küzdelemmel, erőfeszítéssel azért, hogy el tudják érni azt a célt, amit a feletteseik megszabnak. De az atléták, a tornázók, a sportolók is önuralmat gyakorolnak nagyon sok mindenben. Meggondolják, hogy mit esznek, mit isznak, mennyit pihennek, miről mondanak le, és mit gyakorolnak. De sajnos legtöbbünknek nem erőssége az önuralom. Szeretünk nagyokat enni, nagyokat inni, szórakozni, nagy autókra vágyunk, szeretünk költekezni, sokat dolgozni, stresszes az életünk, és nagy egészségügyi problémákkal küzdünk. Megfigyelhettük azt, hogy az emberi természet hajlamos a végletekbe csapódni. A túl sok, vagy a túl kevés. A káros bőség, vagy a hiány. Az ember nagyon nehezen találja meg az egyensúlyt. Egy régi kis költemény ezt mondja, aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja. A nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig, a lábújhegyen ágaskodó nem áll sokáig. Itt látunk politikusokat, akik elveszítik az önuralmat, és a parlamentben verekednek, veszekednek. A Biblia azt mondja, nagyobb győztes az, aki uralkodik a maga indulatán annál, mint aki várost vesz be. Itt láthatjuk Carl Lewis-t, aki világbajnok futó volt, ahhoz, hogy ő így fusson, a táplálkozásán, az életszokásain változtatni kellett. De nézzünk egy pillanatra ezekre a kutyákra. Német juhász kutyák, kiképzett kutyák. Naponta egyszer adnak nekik enni. És előttük elmegy egy macska, az ősi ellenség. És nézzük meg, direkt megfigyeltem, és figyeljék meg önök is, egyetlen egy kutyának a lába nem lép előre. Meg tudják tartóztatni magukat. A természetes ösztönüket legyőzték a kiképzés által, az engedelmesség által. Hát kedves hallgatók, kedves nézők, hogyha az állatok erre képesek, akkor mi emberek is képesek vagyunk erre.
az akarat erejével és hatalmával, ami egyben nagy a gyógyerő is a természetünkben. Gondoljuk, hogy az akarat erejével milyen elképesztő teljesítményekre képesek az emberek. Megmásszák a Himaláját. Csúcsokra elérkezhetnek. Egy kiváló könyv, Eden Chalmers könyve, az A csodálatos öngyógyító képessége című könyv arról ír, hogy az ember az akaratával csodálatos gyógyító erőket indíthat be az életében. Új szokások alakulhatnak ki. És itt indulunk, érünk el a témánkhoz igazán. Ebben a könyvben a 32. oldalon egy nagyon érdekes idézet van. Az akaraterő az emberi természet irányító ereje. Ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem a döntő tényező, amely az emberekben munkálkodik. Az akarat hatalmas, annyira erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt, még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket, és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket, és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban is. Láthatjuk, hogy az akaratot mindenképpen használnunk kell a rossz szokásaink legyőzéséhez. Itt azt mondja a szerző, hogy tartsuk ébren, és irányítsuk helyesen. Tehát ne szokásból cselekedjünk, hanem akaratunk megerősítésével. Hozzunk létre akarati döntéseket. Persze szokásból mindig könnyebb cselekedni, de amikor szeretnénk változtatni, akkor meg kell feszítenünk az akaratot, és tudunk új idegi kapcsolatokat kiépíteni a szervezetünkben. Ahhoz, hogy ezek a futóknak a lábai ilyen izmosak és inasak legyenek, ahhoz nagyon sokat kell edzeni. Az akaratunkat is kell edzeni. A lelki életünkben is szükség van az edzésre. Gondolhatunk ugye az előbb említett példára, a macska és a kutyák példájára. Itt szeretném megemlíteni, hogy az egészség 8 alapelvében a mértékletesség és önuralom azt a keretet, azt az abroncsot jelenti, amivel a napfény, levegő, víz, mozgás, pihenés, táplálkozás alapelveit behatárolja. Tehát lehet túl sokat napozni, vagy túl keveset. Lehet túl sokat mozogni, vagy túl keveset. Lehet túl sokat pihenni, vagy pihenés nélkül élni. Tehát látjuk, hogy minden esetben meg kell határoznunk azt, hogy mi a mértéke a dolgoknak. Az emberben keresni kell a középutat. Az embernek keresni kell a középutat. Arisztotelész azt mondta, hogy minden bölcs ember a közepet keresi, és a szélsőségeket kerüli. És mond egy példát is, azt mondja, hogy például a bátorság az középen van. Két szélső pontja a gyávaság és a vakmerőség. Lehet, hogy valakinél ez a közép máshol van, mert valaki hajlamos a vakmerőségre. Neki többet kell visszamenni a bátorság felé. Valaki inkább gyávaságra. Neki akkor itt kell önuralmat gyakorolnia. Az akarat gyakorlása egyben önuralom is. Itt látjuk a képeken, hogy választani kell sokszor az embernek. Az egészséges és a finom és az ízletes és az incsiklandó között választani nem könnyű. Mindannyiunknak nehéz. Pedig tudjuk, hogy melyik az egészséges. És elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mi a szokás. Ezt tudnunk kell, mert automatizált, ismétlődő cselekedeteket takar a szokás maga, tehát megismételjük, nem kell gondolkodni rajta, szinte bele van írva az idegrendszerünkben. Igen ám, de Eden Chalmers azt mondja, hogy ha mi megtörjük ezt a ritmus mintázatot, hogyha megtörjük a szokásnak az irányát, akkor képesek vagyunk arra, hogy új idegi kapcsolatok jöjjenek létre az agyunkban. A szokások megváltozásának a feltételeit látjuk itt. Az első és a legfontosabb, hogy le tudjuk győzni a szokásainkat, először is tudni kell, néven kell nevezni, hogy mi az a rossz szokás.
le is írhatjuk akár. Emlékszem rá, egy kék kereszt klubban voltam Mosonmagyaróváron, ahol alkoholizmusból szabadult emberek voltak, és bejött egy vendég, aki azt mondta, hogy jöttem megnézni, hogy mi zajlik itt, a feleségem és a gyerekeim azt mondják, hogy alkoholista vagyok. Hát én nem tudom, tehát gondoltam, megnézem azt, hogy mi zajlik itt. És a klubnak a vezetője azt mondta, rossz helyre jött. Mert ha ő nem tudja, hogy alkoholista, akkor rossz helyen van. Mi mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk, hogy alkoholisták vagyunk, de megszabadultunk. Tehát nekünk is tudnunk kell, hogy mi az a rossz szokás, amit le akarunk győzni. Különben hogy akarjuk legyőzni? Aztán tervezzük meg, hogyan lehet megszabadulni tőlük. A helyét be kell tölteni valami jóval. És a józan ember nem kísérteti önmagát állandóan az a rosszal, amitől meg akar szabadulni. És a Jóisten kegyelméhez kell folyamodnunk ahhoz, hogy le tudjuk győzni a rossz szokásokat. Induljunk el! Mit mondtam, érdemes ezeket meghatározni, letisztázni, pontosan feljegyezni, hogyan működik bennem ez a rossz szokás. És utána pedig tervezzük meg, hogy hogyan lehet megszabadulni tőle. Itt egy nagyon érdekes és fontos momentumot szeretnék megemlíteni. Ha tudjuk, hogy egy rossz szokás bennünket megkötöz, ellenségünk, akár meg is ölhet. Eszembe jut egy orvos esete, akit egyik táborban hallottam, azt mondta, hogy ő a csokoládé evésnek a rabja volt. Volt, hogy már naponta 1 kiló csokoládét képes volt megenni. De mivel kardiológus volt, tudta, hogy ez nem jó, de nem tudott megszabadulni. És egyik alkalommal, amikor ment hazafelé az autóval a kórházból, nyúlt automatikusan a csokoládéhoz, a tábla csokoládéhoz, és elkezdte majszolni. Majd ahogy ment tovább az úton, érezte, hogy szívinfarktus tünetei vannak a testében. Gyorsan beszólt a kórházba, hogy készítsék elő a terepet, mert visszamegy, mert úgy érzi, hogy szívinfarktusa van. És hogy visszafordult az autóval, haladt visszafelé a kórház felé, ugye hívő ember volt, tudta, hogy mi az oka a szívinfarktusnak. A naponkénti csokoládé mennyisége és az önuralom hiánya. És azt mondta, ez engem meg fog ölni. Ez engem meg fog ölni. Ez az én ellenségem. Gyűlölöm. És kialakított magában egy gyűlöletérzést, hogy soha többé nem fog a szájába venni csokoládét. Nem azzal van a probléma, hogy valaki megeszik egy kis csokoládét, vagy időnként megeszik, de ha valaki ilyen megkötözött rabja lesz a csokoládéjelésnek, az már súlyos megkötözöttség. És így tudod megszabadulni, hogy kifejleszed egy érzelmi hozzáállást, gyűlölöm, vagy szeretem? Ez a nagy kérdés. El kell döntenünk, hogy valamit szeretünk, vagy gyűlölünk. Ez nagyon sokat segít, ha egy érzelmi állásfoglalást alakítunk ki magunkban. Aztán töltsük be annak a rossz dolognak a helyét valami jóval. Hogyha ránk jönne a kávéfogyasztás, vagy az alkohol ingere, vagy a csokoládé, ha már említettem, akkor a józan ember nem tart otthon állandóan csokoládét, és állandóan alkoholt, és állandóan kávét, amikor így le akar arról szokni. Tehát vigyük ki a lakásból. Emlékszem rá az egyik alkohollal küzdő embertársam, amikor eldöntötte, hogy le akar szokni, megbánta, hogy vétkezett a Jóisten törvénye ellen ezáltal, és imádkoztunk, és megszabadult, akkor azt mondtam neki, hogy most akkor add ide az alkoholt, ami a lakásodban van. Tehát mit csinálok én vele? Ne aggódj, nálam jó helyen lesz. Itt a szemed előtt kinyitjuk a üvegeket, és leöntjük a mosdóba, vagy a vécébe. Hát a spejzból, a raktárból, a szobákból, mindenhonnan hozta elő a minőségi borokat, vagy 25 üveggel, és ott együtt közösen leengedtük a mosdóba a bort és az alkoholt, és mondtam neki, hogy ha rád jönne az inger, a kísértés, valamit, amit szívesen elfogyasztanál, egy üdítőt, egy gyümölcslevet, vagy egy ananász, vagy nem tudom, mi a kedvenc gyümölcsöd, akkor töltsd be a helyét valami jóval. Váltsd ki az ingerült helyzetet.
ezt a ritmus mintázatot meg kell törnünk. A gonoszt jóval győz meg, mondja a Biblia. A régi szokást egy ellenkező előjelű jó szokással kell felváltanunk, hogy tartózkodjunk a kísértéstől. És ez nagyon sokat segít az életünkben. Ha például eddig minden alkalmat megragadtunk a lustálkodásra, ehelyett inkább használjuk ki a lehetőséget, és menjünk el úszni. Kertészkedjünk, vagy edzünk egy jó nagyot. Kritizálás helyett dicsérjünk. Agyagbigyeztés helyett mosolyogjunk. Panaszkodás helyett énekeljünk. De tervezzük meg jó előre ezeket a győzelmes taktikákat. Emlékszem rá, az én életemben is egy nagy téma volt ez, és téma mai napig is. Amikor például rám jött egy depressziós hangulat, egy rossz lelkület, egy mély szomorúság, vagy magányérzet, vagy ilyen kivetettségérzés. És régen ez úgy szokott lezajlani, hogy egyre mélyebbre visz, végül szinte ilyen depressziós hangulatom lesz, és hát tudtam, hogy ez nem jó, hát senkinek sem jó. És a Jóisten megtanított arra, hogy mit kell ilyenkor tennem. De majd a következő diákon erre visszatérek. Ami rendkívül fontos, hogy kérjünk erőt a megvalósításhoz. A saját erőnkből nem tudjuk elvégezni ezt a csodát, ami a szokásaink megváltoztatása mögött rejlik, hanem Istentől kell erőt kérni. Így olvasom a Filippi levél 4. fejezetében. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük, vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, mondja tovább Pál apostol. Tehát szükségünk van nekünk mennyei erőre. Szükségünk van arra, hogy Krisztushoz fohászkodjunk. Ő az, aki bennünk munkálja a megvalósítást. És kedves nézők, egy rendkívül fontos törvényszerűséget hogy említsek itt meg. Hogyan tudunk megszabadulni egy rossz szokástól? Csak úgy, hogyha azt a rosszat rossznak látjuk. A Biblia szemszögéből nézve bűnnek látjuk. Egy bűntől úgy tudunk megszabadulni, hogyha megbánjuk, bocsánatot kérünk, és Isten megbocsát, és megszabadít. És nem csak megbocsát és megszabadít, hanem egy csodálatos ajándékot ad, gondoljunk a tékozló fiú történetére, a szennyes ruhát leveszi, és ünnepi ruhába öltöztet fel. Ez hatalmas nagy ajándék és lehetőség arra nézve, hogy nekünk egy új életünk lehet. Vagyis, lefordítva a gyakorlat szintjére, aki alkoholt fogyasztott, és alkoholista lett, az abstinens lesz. Emlékszem rá abban a Kékkereszt klubban, amiről beszéltem, azok az alkoholisták, akik úgy szoktak bemutatkozni, hogy XY vagyok, alkoholista, 20 éve nem iszom. Ők pontosan tudják, hogy őnekik egy csepp alkoholt sem szabad meginni. Mert az a csepp alkohol beindítja azt a menetet, amit sokszor átéltek régebben, hogy ittak egy pohárral, ittak egy fél pohárral, mert ugye a társaság erőltette, és pillanatokon belül ott voltak, hogy megint a földön voltak. Kibukva, részegen. És ezért tudják, hogy nekik ezt nem szabad megtenni. Erőt kell kérni. És az Isten kegyelme elégséges. Valaki fél attól, hogy az elvonási tünetek megjelennek. Emlékszem rá, egyik táborunkban egyik hallgatónk, amikor erről a témáról beszélgettem vele, ugye ő szeretett volna már 20 éve megszabadulni az alkoholtól, a kávétól és a cigarettától, mind a háromtól, egyszerre. Mondta, számtalanszor megpróbálta, soha nem sikerült. És amikor elmondtam neki ezeket a törvényszerűségeket, akkor azt mondta, hogy ő szeretne megszabadulni. Hát mit csináljunk? Én azt javasoltam neki, hogy menjünk Jóistenhez, menjünk Krisztushoz, és boruljunk le a színe előtt. Mondja el neki azt, hogy ő ebben vétett a teste ellen, az Isten természeti törvényei és erkölcsi törvényei ellen. Őszintén vallja meg a bűneit, és Isten megbocsát,
és megszabadít. De azt mondta, de annyira félek az elvonási tünetektől. Mondtam, mondjuk el ezt is Krisztusnak. Mert neki van hatalma arra, hogy elvegye az elvonási tüneteket. De van hatalma arra is, hogy ha lesznek elvonási tünetek, akkor erőt ad a megvalósításhoz. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ezek után visszaértünk a táborba, kerestünk egy csendes helyet, ahol nem látott bennünket senki, egy bokor mögött. Leborultunk a földre, térdre estünk mind a ketten, és kértem, hogy imádkozzon. Őszintén mondja el a Jóistennek, amit érez, hogy vétkezett. Őszintén mondja el, hogy bánja ezeket a bűneit, és ő megtette ott a szemem előtt, sírva, könyörögve, esedezve a Jóisten elé járult, és kérte őt, hogy szabadítsa meg. És amikor könnyek között ezt megtette, én is imádkoztam érte, és miután végeztünk az imával, felálltam, és azt mondtam neki, hiszed, hogy Krisztus megszabadított? Azt mondta, hiszem. Akkor szabad vagy. Ettől a pillanattól kezdve szabad vagy. Isten erőt adott neked ahhoz, hogy új életet kezdjél. Ez már volt 6-8 évvel ezelőtt, és az illető személy minden évben küld nekem egy SMS-t, vagy egy e-mailt, és emlékeztet, hogy 1 éve, 2 éve, 3-4 éve, 5 éve, 6 éve, stb. Ezelőtt, ezen a napon szabadultam meg. És nem volt elvonási tünet. A Jóisten megajándékozta őt azzal, hogy nem volt elvonási tünet. Ez a törvényszerűsége a szabadulásnak. De ha mégis valaki elbukik egyszer, ez nem jelenti a harc elvesztését. Azt mondja a Biblia a Példabeszédek könyvében, mert ha 7-szer elesik is az igaz, ugyan felkél azért, az istentelenek pedig csak 1 nyavajával is elvesznek. Tehát nem kell megijedni, ha jön egy bukás, ki kell értékelni a helyzetet, miért buktam most el? Mi volt az a döntő pont, ami elvitt engem a helyes útról? És ezt a tanulságot meg kell jegyezni, le kell rögzíteni, és figyelni kell, hogy ilyen helyzetben hogyan kell viselkedni. Meddig tart, amíg az újításokból szokások lesznek? A fizikai változások 3-5 nap alatt alakulnak ki. Megfigyelték a biológusok, hogyha megváltoztatjuk a napi berögzött fizikai cselekvéssorozatunkat, akkor az elmúlt 3 nap összegéből állítja össze az agyunk a következő napra vonatkozó tervét. És képesek vagyunk 3-5 nap alatt változtatni. A mentális változások 1 hónap alatt jönnek létre. Körülbelül. Tehát a szellemi dolgok sokkal nehezebbek. Nagyon sokat segít az, hogyha a társaságunkat megválasztjuk. Ha állandóan olyan emberek közé kerülünk, akik ingerelnek bennünket, hogy együk ezt, vagy ígyük azt, miközben le akarunk arról szokni, hát önmagunk ellenségei vagyunk, hiszen arra akarnak rábírni folyamatosan, és amiatt piszkálnak bennünket, amitől pont szabadulni akarunk. A józan ember ilyet nem tesz. Olyan társaságot kell keresni, akik bennünket támogatnak, bátorítanak, erősítenek. Hányszor hallottam azt, ha te nem iszol velünk, nem vagy a mi barátunk, és nem tartozol hozzánk. Kedves nézők, ha egy emberi kapcsolatot, egy barátságot, az ital tart össze, akkor jobb, ha annak vége lesz. És itt az éljünk a hálaadással dia. Hát én ezt szoktam gyakorolni, amikor ez a depressziós hangulat vagy állapot kezd engem megkísérteni. Kimegyek a természetbe, és a Jóisten megtanított erre, amikor egyszer ilyen állapotban voltam, azt mondta nekem, hogy a lelkem mélyén megszólított, és azt mondta, hogy adj hálát. Tehát mondom, uram, hát semmi kedvem hálát adni, hiszen épp ez a bajom, hogy olyan lenyomott vagyok, olyan depressziós vagyok. Adj hálát. És én elkezdtem hálát adni az életért, az emberi kapcsolataimért, az egészségért, a lehetőségért, a munkáért, a természetért, a szépségekért, és adtam a hálát hosszan. Na vajon kitalálják, hogy mi történt velem? A köd felszállt a lelkemről, a depresszió eltűnt, és az ember gyógyító kegyelmét élte át a Jóistennek a hálaadással. A hálaadás, a dicsőítő lelkület az, aminél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Idővel a legnehezebb dolog a legkönnyebb lesz.
abba hagyni egyszer és mindenkorra sokkal könnyebb egy rossz szokást, mint időnként visszatérni. Gondoljuk meg, persze egy hasonlat, egy tacskónak vagy vizslának a farkát, ha le akarják vágni, akkor nem milliméterenként vágják le, hanem egyszerre vágják le. Jobb egy rossz szokást úgy legyőzni, hogy hozunk egy döntést, egy akarati döntést, elhatározzuk, és utána egy határozott döntéssel meghozzuk azt, amit akarunk. A legjobb döntés a minden vagy semmi döntés, egy adott rossz dologra nézve. Ne azt mondjuk, hogy ha le akarok szokni a cigarettáról, hogy naponta egy szállal kevesebbet fogyasztok. Ez csak kínzás. Dönteni kell. Nem kell titokban tartani. Tudja meg az egész világ? Miért titkolnánk el az életmódunk megváltozását? Mondjuk el a családtagoknak, a barátoknak, a rokonoknak, az ismerősöknek, a munkatársainak. Ez hatalmas nagy védelem és lehetőség, mert ha mások is tudják, ez bennünket is kötelez, hogy vegyük komolyan a saját elhatározásainkat. Ha valaki azt mondja, hogy nem mondom meg senkinek, titokban változok meg, és elbukik, azt mondja, de jó, hogy nem mondtam senkinek, mert felelősségre vonnának. Tehát önmagának menneveret ad. Ha tényleg meg akarunk szabadulni, mondjuk el másnak, hogy ezt és ezt szeretnénk megváltoztatni. A magatartásbeli változások egy hatalmas nagy lehetőség az életünkben, hogy más emberekké váljunk. A jellemünk tisztuljon. Van egy kis vers, ami azt mondja, ves gondolatot, aras cselekedetet. Ves cselekedetet, aras szokást. Ves szokást, aras jellemet. Ves jellemet, aras sorsot. Nézzük meg, milyen érdekes így összerakva ezt a mondókát. Gondolattól indulunk, mit akarok, azt cselekszem, a rendszeresen ismétlődő cselekedet szokássá válik, a szokásaink alkotják a jellemünket, a jellemünk pedig meghatározza a sorsunkat. A régi magyar mondás szerint, ugye, hogy minden ember a saját sorsának a kovácsa, itt nyeri el az igazság tartalmát, mi döntjük el, hogy rabok akarunk-e lenni, vagy szabadok. Mi döntjük el azt, hogy döntünk, akarunk, cselekszünk, szokásszerűen jellemet fejlesztünk ki, és a sorsunkat mi aratjuk le. Kedves nézők, én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian éljük át az emberi méltóság visszanyerésének ezt a hatalmas lehetőségét, a rossz szokásaink legyőzését. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Sziasztok, gyerekek! Sok szeretettel köszöntelek titeket az Úrházában. Ez egy nagyon kedves kis történet egy fiúcskáról. Márk nagyon boldog volt, mivel hogy közeledett az a nap, amikor végre álma beteljesül, és megvásárolhatja magának azt a kiskutyát, amire már nagyon régóta vágyott. Az állatkereskedelmi boltba belátogatott szinte naponta az utóbbi időbe, mivel hogy ott volt egy kis elzárt helyen több kutyus, és ő már kiválasztotta a kedvencét. Már mindegyik elárusító ismerte Márkot, és tudták, hogy Márknak mi a terve. Mindenkinek Márk elmesélte, hogy jön, közeledik a szülinapja, kap egy bizonyos pénzösszeget, és abból kutyust vesz magának. Nagyon felkészült erre a pillanatra. Mindig számolta a pénzét, elolvasta, hogy hogy kell gondozni egy kiskutyát, és már alig várt, hogy hazavihesse a kis kedvencét. És elköszöntött az a nap, amikor Márk elment az üzletbe, és megvette a kutyust. Állt a kis borítékjával, benne volt a pénze előkészítve, bement nagy izgalommal, és mondta kiárusítónak, hogy jöttem, hogy megvegyem a kiskutyámat. Tudod, az én kiskutyámat Macinak fogják hívni, és pont ezt a kiskutyát akarom. A kiárusító nagyon el volt csodálkozva, mivel hogy Márk pont a legkisebb kutyát választotta. És nem is, hogy a legkisebbet, hanem még ráadásul nem is tudott jól járni, Sánta volt az a kutyus. Így hát azt mondta neki, tehát Márk, ez a kiskutya, látod, egy kicsit beteg, és nem tökéletes, választ a másikokat. Nézd meg, ez nagyobb, ez szebb. Ez majd tud utánad rohanni az erdőbe. Miért nem választ, talán egy másikat?
Ekkor Márk megszeppent, és azt mondta, hogy de én Macit akarom, én őt választottam, őt szeretném hazavinni, ő az én kiskutyám. Az elárusító csak nem értette, hogy miért választa azt a kiskutyát, és akkor Márk megemelte egy picit a nadrágja szárját, és ott látszódott, hogy a jobb lábán volt egy nagy műtétnek a helye. És Márk akkor azt mondta a kiárusítónak, hogy látod, én sem vagyok tökéletes. Szinte elveszítsem a jobb lábamat egy nagyon, nagyon súlyos balesetbe. Még most sem tudok helyesen járni, de nem számít. Mostantól lesz egy igaz barátom, egy kiskutyám, olyan pont, mint én, aki mindig velem fog tartani, és szeretni fog engem, pont így, ahogy én vagyok. Ekkor a kiárusító elszigyelte magát, kiemelte a kiskutyát, Macit, és odaadta Márknak. Ráadásul még adott neki valami finomságot is. És így hát Márk nagyon-nagyon boldogan hazasétált a kiskutyájával. Ez volt élete legszebb napja, legboldogabb napja, mivel hogy lett végre neki is egy olyan pajtása, mint ő. Gyerekek, az életben nagyon fontos, hogy már kicsikortól megtanuljuk azt, hogy nem mindig a tökéletes külső a fontos. Ezért erre figyeljetek mindig. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szentséget, Uram, éltet,